Közel 30 különböző korosztályból való gyermek részvételével zajlott a délelőtti foglalkozás, ahol mozgással, valamint szavakkal kifejezhető természetes érzelmeket jelenítettek meg. A foglalkozást vezető mentálhigiénész segítő szakember Bognár Hermina szerint fontos, hogy az élet természetes velejárójaként éljék meg a fiatalok az adott állapotot, és ne rejtsék, folytsák azt magukba. Nagyon nehezen megy elejébe a gyerekeknek, később bele fognak jönni a többi csoportjátékba, ki tudják majd fejezni, mert csak annyit szoktak mondani, hogy érzed magad jól vagy rosszul, miközben rengeteg fajta érzelem van, a düh, a szerelem, a szeretet, a boldogság, a vidámság, stb. A helyi Móra István Művelődési Egyesület által szervezett foglalkozás az Erasmus Plus projekt keretében valósulhatott meg, amely az Anyaországi Létre Egyesülettel közösen megnyert pályázatnak köszönhető. Ez az Erasmus projekt, ez a tehetséges gyerekekkel való foglalkozás a különböző hátrányokkal küzdőkkel, és ez 9 éves kortól 19 éves korig vesztek a gyerekek részben. Tehát az általános iskolásokat is beemeltük, a kisiskolásokat, a felsősöket, valamint középiskolások is vesznek ebben a foglalkozásban részt. A program 2024. februárjáig tart, amelynek keretében minden harmadik, negyedik hónapban különböző a gyermekek tehetségét kibontakoztató foglalkozások zajlanak majd az őket lekötő különböző témakörökben. A tehetséges gyermekek mellett a szülőket és a pedagógusokat is megszólítja a projekt.